Lelkesen dolgoznak a fiatalok a zentai népkertben található medencét körülvevő kerítés újrafestésén. Úgy gondoljuk, hogy a mai nap már nem lesz elég a szín felvinni, de nem akarjuk összecsapni, alapos munkát szeretnénk csinálni. Ez a legfontosabb, hogy több generáción át látszódjon az eredmény. Az akcióba több zentai sportklub fiatalja is bekapcsolódtak. Köztük az atlétika, a kajak, az úszó és a vízilabda klub tagja is. Zentai vagyok, szeretem zentát, és szerintem mindenkinek kellene, hogy törődjön legalább egy picit is, és ez egy nagyon jó alkalom rá, hogy ezt véghez vigyük. Az ifjúsági fórum akciójának sikerességéhez 17 vállalkozó és cég járult hozzá. Minél szélesebb körű donátori hálót szeretünk volna kiépíteni, azért, hogy ez az egész akció egy összefogás sugalljon, és egy összefogás üzenetet hordozzon, és ezt tanítjuk a gyerekek, erre tanítjuk a gyerekeket is. Az akció résztvevőinek Ceglédi Rudolf Zenta polgármestere mesélt az új medence kiépítésére vonatkozó tervekről. Ez lesz ugyanis az önkormányzat kiemelt projektje a következő években. Méreteiben is nagyobb lesz, 25x33 méter, tehát úszás versenyzése is jó lesz, és ugyanúgy a vízilabda föltételeknek és meccseknek is eleget tesz. Az új medence kiépítése az előzetes számítások szerint mintegy 200 millió dinárba kerül majd. A munkálatok a tervek szerint 2,5-3 évig tartanak majd.